Mai adásunkban ellátogatunk egy esélyegyenlőségi gyermektáborba, amelyet az ORFK UBB támogatásával szerveztek. Gorcső alá vesszük vezetéstechnikai szokásainkat, betekintünk a légirendészek életébe, és megtudjuk azt is, milyen követelményeknek kell eleget tenniük a teherautóvezetőknek. A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány és az ORFK OBB rendezésében született a Sport és Rendvédelmi Tábor az esélyegyenlőség jegyében. Ez a program már több mint 10 éves együttműködésre tekint vissza az alapítvánnyal. Ugyanaz a célja, mint a már egy évtizede zajló rendezvényeknek, sport és rendvédelem az esélyegyenlőség jegyében. A közlekedésre nevelés egyik aspektusa ennek a tábornak, illetve ezeknek a rendezvényeknek. Emellett tágabb értelemben balesetmegelőzési tevékenységet végzünk, ezt próbáljuk megismertetni a gyerekekkel, emellett bűnmegelőzést tanítunk, mutatunk be nekik, illetve egy pályaorientáció is zajlik, megpróbáljuk azokat a gyerekeket megtalálni, akik nyitottak a rendőri pálya irányába, akik lehetséges, hogy a későbbiekben akár egy ilyen rendezvény miatt vagy a rendőr szakközépiskolába, vagy a rendőrtiszti főiskolára fognak jelentkezni. Ez az első olyan rendezvény, ahol már felsőiskolásokat is bevontak az alapítvány és a rendőrség közösen. A mai nap az célzottan a közlekedés biztonságot vette elő. Először egy elméleti tesztet kaptak, olyan KRESZ közlekedési ismereteket kértünk tőlük vissza, amik nem csak autóvezetőknek, hanem minden közlekedőnek fontos, akár gyalog, akár kerékpárral vesznek részt a közlekedésben. Általában is Szabolcs megyében is elmondható sajnálatos statisztika, hogy a sérüléssel járó közlekedési balesetek közül a második leggyakoribb okozók a kerékpárosok a személygépkocsi vezetők mögött. Egy versenyszerű összeállítással, egy versenyszerű pályán összemérték gyakorlati tudásokat is, tehát kerékpároztak is, és hát az Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatásával egy néhány kerékpárt ad majd át a legjobbaknak. Lementünk a parlamentbe, akkor úsztunk itt, akkor elmentünk szaunázni, jó? Ez a sportverseny jó volt, jó kellett, mindenki jól érezte magát. Már azt mondták, hogy jövőre is jöjjünk, nagyon sok gyerek mondta. Igaz, az időjárás nem igen kedvez ez a hétre, de viszont vágynak ilyenre megint. Jól sikerültek nekem ez a feladatok. Jól éreztük benne magunkat, nevettünk, jó volt. Szegény gyerekekről van szó, messzi vidékről jött gyerekekről van szó. Hadd legyenek büszkék arra, hogy ők itt voltak. Lehet, hogy az életben soha többet nem kerülnek ilyen közegbe, egy fővárosi táborba, ahol jól érzik magukat, ahol élmény van, ahol otthon az élményeiket, tapasztalataikat, esetleg tudásukat át tudják adni, el tudják mondani, és sok ilyet szeretnénk támogatni. Azt gondolom, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők azok, akik nyitottak. Ez némileg egy jutalom tábor, tehát itt válogatott gyerekek vannak, nyilván ők nem teljes metszete a társadalomnak. Itt a jó tanulmányi eredményű, illetve a jó magaviseletű gyerekeket hozták el a nevelők, illetve a kisebbségi önkormányzatok. De talán, ha visszamennek majd az osztályaikba, és elmesélik a társaiknak, lehetséges, hogy ők olyan vezetők lesznek, akikre a többiek is hallgatni fognak, és ha azt mondják, hogy bizony egy esti biciklizéshez láthatósági mellé első-hátsó lámpát kell föltenni, akkor a többiek is követni fogják a példájukat. A magyarországi közlekedési morál hagy némi kívánnivalót maga után, legyen szó gyorshajtásról, index nélküli sávváltásról, vagy csupán előzékenységről a belvárosi szűk utcákban. Megkérdeztünk egy vezetéstechnikai specialistát, ő hogyan látja a helyzetet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itt káosz van. A KRESZ inkább ajánlás, mint törvény sajnálatos módon, és úgy vezetünk, ahogy élünk. Tehát itt most elég nagy szabadosság van az utakon.
ami azt jelenti, hogy vesszük magunknak a bátorságot, hogy a szabályokat felülírjuk. Ebbe nyilván több dolog közrejátszik. Biztos, hogy nagyon sokat jelent az időnként nem feltétlenül érthető okokból kint hagyott tábla, sebességkorlátozó tábla, illetve ami megint csak nagyon fontos és szervesen kapcsolódik magához a tréninghez is, minél több elektronikus rendszer van egy autóban, annál nagyobb kockázatvállalási készséggel vagyunk hajlamosak autózni, pedig a technikának nem csak előnyei, hanem korlátai is vannak, és ezeket is meg kell ismerni, és tudni kell, hogy mit jelent. A legtipikusabb, amit én azt gondolom, hogy tudatosítani kell, hogy az ABS az nem gyógyszer, nem csodaszer, az arról szól, hogy megakadályozza a fékezés közbeni kifadulást, megtarthatjuk az irányíthatóságot, viszont jelentősen növeli a fékutat. Kicsi ellentmondásos, de a rengeteg biztonsági berendezés nem csak a sérülések kockázatát csökkenti, hanem elbizakodottá is tehet, ezzel növelve a veszélyhelyzetek kialakulását. Egy tréningen egyszer elmondtam, és akkor nagyon-nagyon vegyes kép fogadta a megnyilatkozást. Én azt mondtam, hogy nem légzsákot tennék a kormányba, hanem ácskapcsot. Egészen máshogy vezetnénk, hogyha nem azt tudnánk, hogy egy légzsák meg fog védeni minket, hanem hogy esetleg komoly problémánk lehet. Azonnal visszaállnánk a megfelelési távolságra. Tehát valahogy azt kéne tudatosítani, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem tudunk kezelni. Az ember a leggyengébb láncszeme a közlekedésnek. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a ma embere a tegnap útjain, a holnap autóival közlekedik, és ha mi magunk, mint gondolkodó emberek nem tudunk megváltozni, akkor itt ez még sokáig így fog működni. A légirendészeti parancsnokság alapfeladatai közé tartozik a polgári repülés szabályainak betartásának ellenőrzése. Ide tartoznak a kisrepülők, a hobbirepülők, a sportrepülők. Ezeket ellenőrzik a dolgozóink, hogy betartják-e az ide vonatkozó szabályokat. Ha valaki veszélyt észlel, a rendőrséget riassza. Indokolt esetben a helikopteres megfigyelés is mozgósításra kerülhet. Légirendészeti segítséget gyakorlatilag bármikor kérhetnek a rendőrség központi ügyeletén keresztül, illetve a készenléti rendőrség ügyeletén keresztül, és a parancsnokok engedélye után végrehajtjuk a repüléseket. Ilyen repülések lehetnek a kutatások, eltűnt személyek felderítése, bűncselekmények forrónyomos felderítése, például bankrablások esetén forrónyomos üldözés, lehet autókat követni, lopott autót, nem olyan régen a Balatonról menekült egy lopott gépjármű, amit mi a levegőből követtünk, és nem sokkal utána karambolozott az autó, a személy az elmenekült, nem sikerült megtalálni, de a járművet megfogták a kollégák a földön. Nagyon fontos feladatunk a határrendészeti ellenőrzés, ahol észrevehetően módon lecsökken az illegális határsértők, illetve a csempészek száma, amikor a légi jármű arra jár, illetve ott hajt végre feladatot. Nagyon hatékonyabb fedélzetre szerelt kamerarendszer, amelyik éjjel-nappal nagy hatékonysággal deríti föl a illegális határsértőket, az eltűnt, elveszett személyeket, helikopterrel rövid idő alatt nagyon nagy területeket lehet átfésülni, és az élő erőt, a láncot, ami megy a földön, úgy lehet irányítani, hogy nagy területeket kizár már az esetleges feltalálási helyről. A tehergépkocsik, nyerges vontatók legalább annyira részei a közúti forgalomnak, mint a személyautók. Arra voltunk kíváncsiak, milyen követelményeknek kell megfelelnie egy kamionsofőrjének. Korhatár függő, azt hiszem 55 év fölött 3 évente, alatta pedig 5 évente kell elmennie, akiknek hivatásos jogosítványuk van. Emellett, akik nemzetközi fuvarozásban részt vesznek, és most már a belföldi fuvarozásban résztvevő tehergépjármű vezetők is, 5 évente egy ilyen úgynevezett GKE jogosításra kell elmenniük, ami tulajdonképpen egy újravizsgázás. A több ezer kilométeres távolságokat nem könnyű levezetni. Mire kell a leginkább figyelniük a vezetőknek?
A monotonitás tűrés szerintem az egyik legfontosabb, mert itt ugye azért 90 km per óránál gyorsabban nem tud menni, és azért ez egy nagyon nagy monotonitást ad ennek az egésznek. Hogy ne aludjon bele tényleg a vezetésbe, kipihenten is nagyon unalmas, nagyon untató tud lenni, nagyon monoton tud lenni a 90 km per órával haladás. Higgadság, nyugodtság mindenképp a másik legfontosabb dolog, ezek hatalmas járműszerelvények, amik sokszor kanyarodáskor 2-3 sávot elfoglalnak, nem lehet akármikor, akárhova, akárhogyan kifordulni velük. Mindenképpen toleránsnak kell lenniük a forgalom többi résztvevőjével szemben, és előrelátónak. Egy ilyen szerelvény, akármilyen korszerű fékrendszer van rajta, rakott állapotban sokszorosa, de 10-20-szorosa egy személyautó fék távolságának, éppen ezért sokkal nagyobb követési távolságot és sokkal nagyobb előrelátást igényel a sofőrtől, mint egy átlagos jármű. A tavalyi év folyamán bevezetett, a kamionok előzését tiltó törvény megváltoztatta a gépjármű vezetői szokásokat is. Mindenképpen én is egyetértek azzal, hogy baleseti szempontból azért nagyon veszélyesek, mikor a két kamion egymás mellett megy az autópályán, és az egyik 90-nel megy, a másik 91 km per órával, és hosszú-hosszú perceken át haladnak egymás mellett, miközben a személyautók mögötte azért 130-140-nel érkeznének, és sajnos nem tudnak előzni, és egy nagy sebességkülönbségű hirtelen akadály van előttük, tehát az pedig mindenképpen veszélyes. A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT. A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.